Sziasztok, szóval, srácok, én Exozok is, itt van velem Lamar. Sziasztok! Itt a Dénye, és ugye feltettem a tegnapi nap folyamán azt a kérdést ugye Youtube-on tőletek, hogy mit is csináljunk a PD-vel, mert ugye nem volt vele gond, szóval abszolút tényleg a nagy álmomat váltotta ö, véghez ugye Narancs, meg ő Kispali, szóval hogyha nézi valamelyikük innen a videót, akkor tényleg köszönjük mindent gondolom ezt Lamar nevében is el tudom mondani, még a Márkéba is. Márk az ugye nem volt sokáig benne a frakcióban, mert neki nem jött be, de nekünk kibaszottuk bejött, és mostanáig is benne lennénk, csak az ezért, hogy ugye sokszor beszélgettünk arról, hogy jó lenne ugye ez az Audi találkozó is, neki a kocsim, akkor te betrozod nekem ezt léci. sokáig beszélgettünk arról, hogy jó lenne például, amikor már fact voltam ezt az Audit, hogy jó lenne a találkozó. Na és ugye tudjátok, hogy van egy kötelező duty idő. Szóval, hogyha te fenn vagy a szerveren, akkor 3 10-ig. Ez be kell tartsd. Szóval ez nem, ez nem kivételezés, ez mindenkivel így van. És ezt mindenkinek be kell tartani. És ugye nekünk is ez be kell tartani természetesen. És sajnos így mindig késére húzódott volna el ez a találkozó például, meg akár olyan kis bulit, amit szerveztünk volna így veletek az egy mind a késői folyamatokba húzódott volna el. Most erre mondhatjátok azt, hogy akkor a hétvégén, de a hétvégén maga azért tovább kell dutizni egy órával, szóval ez a hétvégén is nagyon megoldható. Meg. Meg ő. Benne voltunk közel három hónapot, nem? A PD-be. Miről beszélsz? Vagy kettő? Január elején lettünk bevéve. Január, február, mi hónap? Egy van? hónap, tizenöt vagy tizenhatnak. Igen, jó, hát akkor hm. annyira eltűnt így az idő. És ugye. Törzsőrmesterek voltunk, és. Ja, azért egy hónap, 15 nap alatt törzsőrmesterek lettünk, és rohadt sokat voltunk dutizva amúgy. Szóval tényleg na nagyon tetszett nekünk a PD, nekem is, meg Lamarnak is, és többnyire tényleg ezzel töltöttük a napunkat, hogy dutiztunk, gyűjtöttük a dolgokat, ugye ladandó, stb. És ma feltettem nektek ezt a szavazást, hogy akkor mi legyen, hogy legyen és úgy döntöttünk, hogy akkor beszélünk is ugye ő vett be minket, ő volt az, aki idézőjelesen megbocsájtott nekünk, mert fekete listán voltunk, hogy ő megbízott bennünk, adott nekünk egy esélyt, és remélem az, hogy kitettünk magunkért időzélesen, megmutattuk, hogy a Steve Johnson család az mondjuk nem csak nonozni tud, meg nem csak rossz oldala van, hanem teljesen más, csak hogyha valaki rosszul ismeri maga, akkor egyértelműen az ragad be neki, ugye ez tudatába. És azt beszéltük meg igazából ö, Palival, hogy ameddig, szóval kiéljük magunkat itt hogy például rendezünk találkozókat a ugye ö, találkozunk így szévelettek meg minden, ugye van erre lehetőség, ugye akkor kiléptünk így a rendőrségből én is, Attila is mind a ketten kiléptünk és volt egy ismerősünk, ugye az Erik, aki az Audis videóba betrólkodott, nem tudom, biztos láttátok. Ő benne van az Albán mafiába, és igazából ő beajánlott minket, és így kerültünk be a, ebbe a frakcióba. Adunk egy esélyt neki. Most rúgták ki, hogy józan, hogy ki utána gyere fel, király. <gül> <gül> szóval adunk egy esélyt annak a oldalnak, a szerverbeli oldalnak, hogy illegális frakció. Szóval nem ideig csak a PD-be voltunk, most kipróbálunk egy ilyet is, hogy ez bejön -e. Én adok ennek egy hónapot, és én személy szerint eldöntöm, hogy tetszik-e, vagy nem. Hogyha nem tetszik, akkor valószínűleg vissza fogom kérelmezni magamat a PD-be. De abban az egy hónapban törekszem arra, srácok, hogy a, a, hogy a live-okban egyre sűrűbben találkozunk veletek. Ö, legyen meghirdetve tuning találkozó, legyen nyereményjátékok ugye a live-ban, mert ez se volt. Ő lehetséges, mert nem fér bele az RP kereteibe, szóval a nem lehet elvitetni, szóval ha rendezek a találkozót, akkor érdemes eljönni, mert ott lesz kis orszor, mondjuk 100 ezer dollár. szóval a srácok ez egyrésztről értetek volt, egyrésztről miattam, mert őszintén elmondva nem nagyon bírtam utóbbi időben ezt a dutizgatást, mert Feljöttem a szervés egyszerűen volt, mikor annyira fáradt voltam, hogy egyszerűen nem bírtam már lelőni egy embert, mert másfel lőttem, komolyan mondom, más lőttem, nem az ember. Meg a reflexeim kihagytak néha, Szóval adok ennek egy pofont, ennek az illegális dolognak, Facebookon írogatnak telefonon, mindjárt le is mutatom. Hogyha nem jön be, akkor van lehetőségem visszamenni a PD-be, egy rang levonással, de igazából ez a legkevesebb. Ezt, ezt, köszönöm, hogy, hogy ezt így meg lett beszélve, hogy, hogy így igazából vissza lehet menni. Az az egy rang számomra nem zavar, én ugyanúgy azért a törzsőrmesterért küzdeni fogok, ahogy ideig is küzdöttem. És ja, igazából a Brian C. Johnson nevet el kellett hagyni. A család név az elet végig, vagy is mi lett vele? Mm -hmm. szóval le, le, nem, mond... nem, vehet, nem, veheti fel senki. Szóval Aki C. Johnson arról a név el lesz távolítva, ugye most láthatjátok én, hogy a 196-os ID Agon Xevat lett a nevünk, a Xevat lett most a család. A Xevat a család, én 103 os vagyok az az Xevat, meg a... Meg ő, még a még a, a leves. A, a leves elünk van. Ő, mi az, mi a neve? ARDI. ARDI Szevat. Szóval én vagyok az Agon Szevat. Úgy ismertek meg, hogy a skinünk az nem fog változni. Én vagyok fehér skinbe, Attila nebe a oroszos Na, melegítés. és a leves van egy kék inge skinbe. Szóval úgy tudtok egyszerűen megismerni, hogyha a nevünket nem akarjátok megjegyezni, de igazából egyszerű Agon Szevat az én vagyok. De majd a kocsikról biztos meg. Persze, mindegyiknek lamara rendszámol meg Extosz, de igazából Attila fekete, én vagyok a fehér, tehát Ennyi. Szóval, a ja, srácok, ez egyrésztről miattatok is volt, meg miattam, és kicsit így kipihennem magamat izővésen. És, és, ja, szóval, ennyi igazából, amit közölni szerettem volna veletek, ugyanúgy lesznek live-ok, -ok, ugyanúgy lesznek például illegálos live-ok, -ok, hogy például kereskedünk, vagy valami. Remélem, nem fog kiemgézni minket senki, meg stb., úgy, kereskedés közbe. És, ja, ja, ennyi, nem? Lamar nincs mit mondani még, ennyit szerettünk. Ennyi, nagyjából Szóval, já, ja, srácok, remélem továbbra is velünk tartotok. Annyit megígérek, hogy biztos lesz még pd tartalom a csatornán, mert nagyon jó frakció, én nagyon szerettem, és még most is visszahúzod a szívem. Adok egy esélyt ennek az oldalnak, ugye mondtam, kipróbáljuk milyen. És ja, köszönöm a figyelmet, sziasztok srácok! Sziasztok.